Vadás Stefánia vagyok, Alsó Zsolcai vagyok, szeretek tanulni, az angol a kedvencem. Matekot is szeretem, a magyart is, meg azt az órát szeretem, amiről a görög istenekről tanulunk. Stefánia 15 éves, 9. osztályos a Miskolci Dr. Ámbédkar gimnáziumban. Néhány hete még itt az alsózsolcai cigány telepen lakott. Egy bukott hitel miatt azonban elvesztették a házukat, amelyet már szét is hordtak a környékbeliek. Most a családjával albérletben élnek. Stefánia innen indul a gimibe. Az unokatestvéreim is oda járnak, és ők ajánlották ezt az iskolát. Miért ajánlották? Mert jó körülmények közt van, barátságosak, és sok mindent el lehet itt is érni. Stefánia az általános iskolát Alsó Zsolcán végezte. A legtöbbünk romák voltunk, meg most is. Hát a magyarok nem voltak sokan, vagy 3-4 gyerek. És miért volt ez az arány? Nem tudom, mert gondolom azt gondolták a szülők, hogy cigányok közé nem írassák a gyerekeket. Elsőben voltunk kb. 22-en, 8. év végére, Balagásig, 6-an ballaktunk. Ezekben a szegregált általános iskolákban, ahonnan jönnek, ezekben már nincs füzet, meg nincs toll, meg nincs házi feladat. Nem tudom, mi van, de ezek mind nincsenek, az biztos, azt tapasztaljuk a gyerekekről, hogy eszükbe sincs füzetet hozni, mert ők azt nem szokták meg a 8 év alatt. A gyerekek nagyon nagy része olvasási nehézségekkel küzd, nem ismeri a szorzótáblát, nem tud különbséget tenni ország, főváros és kontinens között. Ez mind végül is az iskolának a nyilvánvaló bűne. Ha halljuk ezt a szót, hogy európai, akkor mi jut először eszünkbe? Európa, ami micsoda? Európiról neveztük el, maga már Stefi tudja, de ha azt mondjuk, hogy Európa, akkor mi jut eszünkbe? Mi az, amit tudnunk kell? Ez egy kontinens. Ez egy kontinens. Miskolc gimnáziumaiban nincsenek roma diákok. A Dr. Ámbédkar iskola viszont nagy számban fogadja és segíti őket, hogy behozzák a lemaradásaikat és beilleszkedhessenek a többségi társadalomba. Az iskolát 2007-ben hozták létre. Akkor még Ózdon, Sajókazán és Alsó Zsolcán működtek. 6 évvel ezelőtt költöztek Miskolcra. Egyházi iskolaként indultak, egy buddhista közösség a fenntartó. Névadójuk, Dr. Ámbédkar, indiai jogász és közgazdász volt, aki az első független indiai kormány igazságügyi minisztereként megírta az ország alkotmányát. Dr. Ámbédkar maga is a kitaszítottak kasztjába tartozott, és életét a kasztrendszer felszámolásának szentelte. Dalitként született, ugye Dalit volt, és hát ő nem járhatott be az iskolába, kintről az ablakból hallgathatta az órákat. Ez a Dr. Ámbédkar, és egy helyi maharadzsa fölfigyelt az ő tehetségére, és elkezdte finanszírozni a tanulmányait, és ő így nyugaton szerzett különböző tudományos fokozatokat. 2012-ig a Dr. Ámbédkar gimnáziumba körülbelül 300 nappal is diák járt. Akkor a kormány 18-ról 16 éves korra szállította le a tankötelezettségi korhatárt. A statisztikák azóta azt mutatják, hogy a 16 éves roma fiatalok túlnyomó többsége elhagyja az iskolát. Ma Magyarországon mindenki pontosan tudja, hogy a tankötelezettségi korhatárnak a leszállítása az kifejezetten egy jól körülhatárolt réteg számára jött létre, a cigány fiatalok miatt jött létre. Mert ha ők is beállnak közmunkásnak, ugye most már adókedvezmény is jár 25 éves korig, ezért többet keresnek a szüleiknél. És ez nem fajspecifikus, azért mondom, hogy ez tulajdonképpen egy jól irányzott állami merénylet a legszegényebbek ellen. Nagyon nehéz dolgunk van, nagyon nehéz odaállni a családok elé, elmondani nekik, hogy tulajdonképpen, hogyha belefektetünk az egész tanulásban még 10 évet, akkor majd hú, de jól járunk. Hiszen enni holnap kell, ma is kellett volna, és tegnap is kellett volna, ezért nagyon nehéz a feladatunk. A Dr. Ámbédkar gimnáziumnak jelenleg 86 nappal is diákja van. Ebédet, utazási költségtérítést kapnak, és ha szükséges, kollégiumot is biztosítanak számukra. Mindezt úgy, hogy adományokból tartják fenn magukat. A pedagógus bért, az állam kincstár odaadja az iskolának, ám de
a gázszámlára, a villanyszámlára, a diákok, tanárok beutazására, étkezésére nem ad pénzt. Azt nekünk valahogyan össze kell szedni. Az iskola eddig több száz diáknak segített befejezni a 8 osztályt és megszerezni az érettségit. Stefánia is erre készül, mert később irodai munkát szeretne végezni. Nem szeretnék kint dolgozni, nem szeretnék kint fagyoskodni, és normális munkát szeretnék magamnak. Van olyan, akinek ez már sikerült. Jó Miss Bogdán Klaudia, dönt Pécsán vinyitáisein Budapest. Így mutatkozik be anyanyelvén, beás cigány nyelven Bogdán Klaudia. Azt mondja el magáról, hogy Pécsről érkezett, jelenleg Budapesten él, és egy nemzetközi ügyvédi irodában dolgozik recepciósként. A kiskutyáját, Mollit is minden nap viszi magával. Klaudia is a Dr. Ambedka gimnáziumban érettségizett. A legutolsó tényleg tanárig nagyon sokat köszönhetek nekik, mert ott, hogyha bármilyen nehézségem volt, tehát tényleg bármilyen tantájtett a fizika, a kémia, bármi, akkor mindig nagyon készségesen, és bennmaradtak ők is, és túlóráztak, tehát hogy ott maradtak délután is. Jó, Klaudia, amiből maradtál el? Megint nem tudod? Igen, megint elfelejtettem. És segítettek mindenbe. Érettségi után Klaudia óceánjáróhajón dolgozott, aminek a koronavírus járvány vetett véget. Utána került a jelenlegi munkahelyére. Yes, just a minute. Sorry, what's your name? Dokugárdosként jöttem ide. Ez ilyen iratmegsemmisítést jelent. Hát határozott idejű volt a szerződésem, és oda jött hozzám a HR-es megkérdezni, hogy szeretnék-e dolgozni akár recepciósként itt a cégnél. Én el se hittem, hogy tessék, dolgozhatok itt rendesen szerződéssel. Magyarországon a nem cigány fiatalok 80%-a érettségizik le, míg a romák körében ez az arány 3-4%. A cigány telepen élőknél pedig még rosszabb a helyzet. Mindössze 1000-elék jut el az érettségéig.